Na már itt is vagyok, szevasztok, Gábor vagyok, még mindig is a TechBarátot nézzétek, folytassuk az élőadást, mert kezdenek hullani a nézők. Itt vagyok a Stumble Guys-zal, ugye ahogy ígértem, nézőjáték, általában a Profos vagy Stumble Guys, vagy hát régen ugye Fall Guys volt, akkor nézőjáték volt. Úgyhogy nem is nagyon annyit pofáztam ma már, hogy csapjunk bele a játékba. Annyi még, mielőtt csatlakoztok, hogy én gyorsan itt, mert van free prizes, úgyhogy gurítunk. Kigurítunk valami ízét. Nem tudom, űrlényt, vagy egy csibét. Tuti valami csajos lesz, bazd meg. A katona! Bazd meg. Vandamac! Nem. Majdnem. De nem baj, kaptam zöld ilyen izéket, zöld tallért, amiből nem tudom mit tudok venni, valamit biztos. Ninja csaj! Na! Ninja kibeszél! Ez az! Focista! De várj, olyanom van már. Duplik, konvertáljuk. Ronaldót eladtuk 2 darab lila izért. Akkor tudunk venni, van még 110, akkor figyú. 110, ugye? Spooky Christmas skins. Mi ez a spooky Christmas, bazd meg? A Christmas az nem spooky. Na mindegy. Epiket. Vegyünk egy epic. Rare. Rare, nem? Az epic a jobb, vagy a rare? Ja, ez 35, annyi nincs. Hát akkor... Jó, egy rare skin. Na. Egyre van pénz. Többit elvitte az albérlet, meg tudom, na... Azaz! Ó, katona! Íj, picsába! Nem baj, ugyanaz csak izé... Na, champion! Várj, melyik vagyok most? Szuperhős. Most megyünk ezzel. Ez ritka. Ritka szar. De, ja, hogy akkor most nem fér bele a... De tudok venni izét? Garantált emót. 250 ér. 2 euró, az 800 forint? Na mindegy, majd ezt én veszek következő adásra, most ezzel nem rabolom az időtöket. Mutatom a kódot! Itt a herceggel vagyunk. Más nincs, amit unlockolni kell, ugye? Party. Create. Na nézzük, gyertek, csatlakozzatok. 69072. Itt van fake, de na, itt bejött akkor kollektíven. Gyerünk, hát akkor indulhat is a játék. Axika most nincs itt. Ha valaki szeretne még jönni, akkor én most elindítom. Írjon chatbe, hogy a következő körből ne hagyjuk őt ki. Jú, nagyon jó. Nagyon jó lesz. Na nézzük akkor, most akkor megmérettetik azért a, ugye a tablet, illetve telefon, VS számítógép. Szerintem számítógépen azért egyszerűbb, mert hát fasz tudja. Majd most kiderül. Kiderül, hogy kollektíva úr, alias Fake Death, hogyan teljesít mobiltelefonról. Hát nyilván a kisebb a kijelző is, de nagy a... Mármint, hogy micsoda, na igen, kicsi kijelző, de nagy pöcs. Látjátok? De én ilyet tudok. Amióta nincs itt taxika azóta. Ne basz! Ne! Hát most utolérnek, basz meg, nézd meg, utolér a kurva élet. Nem! Maldorado, a kurva élet. Nézd, menj innen. Arnika! Azaz. Picsába, be akartam vetődni, de nem. Na nézzük, Knobber és Fake Death, nézzük Fake Death. Azaz, nagyon jó, Fake Death. Knobber mellőzi, még van hely. Gyorsan kell csúszni, az meg lesz. Bazd meg, ne. Ugorj, jó. Be fognak sajnos jutni, nem biztos, mert lehet, hogy elbasszák 14, 15, a picsába. Ó, bassza meg. Nem baj, következő. Hát PC-n, hát látszott igen, hogy... Robert bejutott? Robert se jutott be. Nem... Fake Death, az vigasztaljon, hogy Robert se jutott be. Nem tudom, ez mennyire... Hogy bejutott? Én nem láttam. Ott van? Nem, nincs ott.
Woo! Nem! Ennyi, ennyi, első! Ezt mondom nektek, hogy... Szarok vagytok! Gyerünk, Arni! Toljad neki, még beférsz! Nagyon szép! Ez micsoda? Ez izé, Prince of Persia! Ja, most szopatja a népet, ahogy a izé Brofoszba szokta, hogy nézd meg, átugrik, nézd meg, de egy köcsög. Knobber van amúgy? Nincs Knobber. Húban meg sokan vannak. Igen, és becsúszott gondolom Knobber, ott, aha, biztos. Pont nem láttuk, de... Ám majd a következő, de amúgy nem, meg általában ismertetnek ugyanazok a pályák, tehát könnyen kiismerhet. Na ez például mondjuk így... Hű, jaj, tudom, így emelkedik ki a Lava Land. Ez jó lesz. Menjen innen. Menj innen. Úgy, nagyon a tűz szélén vagyok. Dupla space-t kellett volna nyomnom a picsába. Balinta. Jubica. De kiesett a kiesett a Arni is. A picsába. Hát ez így akkor nem jó. Mondom, leave. Nem ez egy GG mindenkinek. Ja, várj, part. Most akkor újra mindig létre kell hoznom a partit. Ja, igen, mert nem úgy lett, kiléptem, tehát leave-eltem. Na gyertek! Aki szeretne jönni, az... Igen, egy telegi kicsi a hely, úgyhogy ez nem a mi hibánk, mi másban vagyunk kurva jók, úgyhogy na, ez... Lehet visszacsatlakozni, mondom mindenkinek, aki még nem játszott eddig velünk, hogy nézői játék, tehát lehet jönni. Maldorado, Fake Death, meg Knobber is szerintem itt van még mindig. Gyere, Knobber! Gyere, kisegér, gyere! Hát csak a hölgyre, a Knobberre várunk. Itt van, megjött ő. Átírta a nevét, mert eddig nem hármas volt. Szia, Viki! Hello, szép estét! Most amúgy Viki is tudna jönni játszani, mert ez a játék telefonról is játszható és ingyenes. Androidra, de szerintem iOS-ra is. A Stumble Guys nevű, és utána egy telefonról be tudsz te is csatlakozni, és tudsz velünk játszani. De hát gondolom, Viki nem szeretne játszani. Mit másik? Nem, nincs másik játék, Knobber, izé van. Stumble Guys van, nem másik játék. Tényleg? Lehet, hogy te voltál, az csak részeg volt, ezt már nem emlékszel. Hú, kiszór ilyen ajándékokat, bazd meg. Húrt, valaki nyomta már az emótot. Gyerünk, szaladjál, nézd meg. Hű, ezek nagyon gazdag gyerekek, hát itt olyan emótok vannak, hogy bevásároltak. Apu meghozta izét, Mikulás csomagot. Mi a fasz? Na! Kingi nem jutott be, őt láttam a végén, nem tudom, a többiek bejutottak-e.
most egy hírt, Knobber kiesett, azt látom, Fake Death bejutott. GG Fake Deathnek. Na, megy Estelóról. Főleg, hogyha mondom, hogy a kontroller a telefonhoz párosítva, ugye Bluetooth-on keresztül, akkor meg pláne. Ez nagyon jó pálya. Mondjuk 8-an jutunk már csak be, úgyhogy itt, itt azért... hát a sárkány, bazd meg. Bazd meg. De az meg itt nem lehet izé. Hú, itt profik játszanak, gyerekek. Nem tudom, hogy ki jutott be. Fú, Fake Death kiesett. Nincs, ja nincs már itt Arnika se. Akkor kiesett. Én vagyok egyedül, jaj, izgulok. Az a baj, itt nem látom ugye a neveket meg, hogy ki, tehát így simán be tudnám, meg itt bemegy mindenki, tehát hogy itt ezek annyira nem nehéz pályák, hogy igen, itt sajnos sokszor a gyorsaság is számít. Na! Hát akkor hajrá én! De mennyire kibaszott zavaró az, hogy ilyen ajándékcsomagokat meg focilabdát húz maga után, bazd meg! Nem látom a hülye focilabdát, ola! Ezek tuti, hogy nyernek, bazd meg, ezek fix. Ez jaj! Elmentek a büdös picsába. Ez szar. De sok ilyen izé gyökér van. Mi? Ó, kaptam paszt. Na. Ajándék? Az meg... Mi? Az mi? Az mit, mit jelent? Mit kaja? Mit? Azt hol tudom átvenni azt az ajándékot? Shop? Vagy... Mit kaptam ajándékban? De van valami? Mi a fasz? Várjál, visszamegyünk a pe... Az mi? Jó, hogy egy emót! Ja, meg futsz! Na ez, igen, ezt húzzák maguk után az ajándék... Én biztos, hogy nem fog. Tudjátok? De! Tudjátok mit? Húzom magam utána! Hű, van ilyenem. Ja, ez a legendary. Happy-ből mondjuk ez is rare. Aha. Ez mi? Zöldet is ki tudok választani? De ilyenem nem. Volt ilyenem. De ez melyik kategória? A zöld. Semmelyik. Color, azt nem. Emote. Na. Ja, de hogy ez a dobó. Nem, hanem footsteps. Azaz. Úgy. Szórd magad után. Engem ez kibazott. Idegesített. Most zavarjon majd mást is. Jaj, most láttam, a Karni kérdezte, de lehet, hogy erre már válaszoltam, hogy kétszer ki lehet nyitni ugyanazt a karaktert. Ki lehet, de akkor felajánlja a játék, hogy át lehet konvertálni pénzé. Vikinggel, nagyon jó. Hát ha már itt van Viki is, akkor Arni Vikinggel megy. Értitek? Meg Lost Vikings is volt, meg na, ma a Viki napja van. Nem Orzna Orbán. Ennyi. Azaz, szórd magad, így. Íhúhú. Az. Haló? Hát hogy estem ki a izén? Hát kiütött a... Hát bazd meg, mi a fejemre esik, és... Ez mi a faszom? Milyen bugos szar ez már? Nem baj, első leszek, bazd meg. Szórom magam után az ajándékokat, ennyi.
Mondom, első leszek, nem érsz belém, te csinóa vagy ki a tököm vagy. Úgy, na nézzük. Stumble Guys, Maldorádót. Nézzük, itt a viking. Egy gyors Maldorádó. Mellé esett. Akkor izé viszont bejutott. Hát Fake Death meg Knobberben van, és Arni kiesett. Hát mi történt, gyerekek? Hova tűnt Demon Hill? Hát akkor Arnikától búcsúzunk, viszont itt van akkor elvileg, ha jól láttam, mert nem láttam a... Negyedik lett, na jó, egy tapsot megérdemel. Már csak azért is, mert most albérletben is úgy most, hogy reméljük, hogy megvan még, mert én oda megyek holnap, bazd meg, ezt kiveszem. Jaj, jó, ezt tudom melyik, igen, most már leesett, hogy milyen fasz kell, meg elindulok így előre. Jó, de szép, az a rendőrruha, bazd meg, az nagyon kemény. Qualified! Klomber itt van izé is? Fake Death is itt van, hát gyerekek! Arni volt akkor most a gyenge láncem. Bejutottunk a döntőbe, úgyhogy hatalmas taps mindenkinek. Hát duplát nem lehet ugrani, mert a dupla space az izé, az vetődés. Ja, hogy úgy dupla, hogy távolságban duplát, igen. Ó, Knobber az ott nem volt jó. Az nem volt jó. Nem, no. Nem. Ne, itt jön Fake Death a nyomomba, nem. Vész innen, hespicsába. Sus már. Nem. Nagyon szép volt! Na jó, a következőt átadom akkor. Ez kiélezett! Férfia! Mondanám, hogy férfia. Jó, végig is a 24. században ez már férfias csatta. És akkor, drágám, mit csináltál? Ez, tehát 20 évvel ezelőtt elverte a 8 kertbe, kiment még bunyózni este íz és sötétedés után. Ma már mi történt? Mit csináltál, drágám? Elvertem Fake Death 10 évben, Stumble Guys-ba. Fasz a gyerek voltam. Itt is vagyunk, akkor pöröghet, gondolom. Pörögjön is. Nagyon szép játék voltam úgy, tőlem főleg. Hát úgy van, az utolsó 8-nál már olyan pályát, az 8-as a döntő. Tehát általában igen, olyan pályákat is ad, ami amúgy lehet sima pálya is, igen. Tehát, hogy nem, nincsenek kifejezetten döntő pályák, azt hiszem. Húzom az ajándékokat, húzom nagyon, bazd meg! Oda néz, ott van! Hát ott van! Hát nem lehet megállítani ezt a srácot! Ennyi! Hát itt lendületből! Ott van, szar! Na nézzük! Már mindenki bejutott, hát Knobber itt van! Maldorado is itt van! Fake Death akkor bejutott, mi Bianca? Blanka D. Lehet, hogy ez az a Blanka angyal. Van itt angyal is, hello! Vannak itt külföldiek, vagy külföldi baszok, magyarok. Na akkor izé, Knobber bejutott már? Gabriella az volt múltkor is, nem? Lehet, hogy ezek ilyen botok és ilyen bot neveket oda? Akkor bejutott mindenki, mert nem látom itt a... Nézzük akkor angyalt. Hát angyal nem igazán éreztem a érzet rá, de még beérhet. Hát, 5, igen, angyal beér, nagy tapsot angyalnak, de lehet, hogy minden magyar, hát más nagyon angyal így.
És Blanka is, vagy Bianca is, kiesett, úgyhogy neki nem jár a taps. Nem, nézd meg, most meg Arni van itt a seggembe. Menj! Nem! Nem! Menj már! Sús már! Sús, baszd meg! Menjél! Ott van! Oh! Ja, ez csak qualification, bocsánat. Itt van Knobber is. Fake Death is bejutott. Nézzük Knobbert. Vajon bejut-e 6? Üha, 7. Hát ott nagyon sokan vannak. Ó, és nem. Nem, szegény Knobbernak, nem. És azt hiszem ez a döntő, mert ugye most 8-an vagyunk. Tehát itt van Fake Death, Arnika, de be itt van Angyal is, úgyhogy rengeteg magyar itt benne a döntőben. Én meg az ajándékcsomagokat szórom a lábamból. Múltkor ott basztam el, hogy nem ugrottam elég nagyot. Tehát most ezt a hibát még egyszer nem követem el. Nagyot ugrunk. 2 jön? Még mindig 1 jön. 1. Aha. Aha, jó. Hát ez semmi, ez lófasz. Ez lófasz, hát. Na, szórom még mindig az ajándékot, tess... Fake Death jól bírja, gyere Fake Death, megint megküzdünk, megharcolunk mi. Új, új. Yes! Zseniális. De hatalmas taps persze mindenkinek, Fake Deathnek is, illetve a többieknek, Tobbernak, Arninak. Hát gyűjtöm itt a koronákat, vagy kapok ért? Ja, ezért kapok koronát, és azért kapok valami jóságot. Reconnecting tupa. Ja, ó, bazd meg, nem closed. Valaki lehet, hogy nyomott egy leave-et? Lehet, hogy ilyenkor izé, hogyha valaki nyom egy leave-et, akkor ki... kilép. Hát, és igen, gondolom, valaki nyomott leave-et, mert nyilván nem várjátok végig a... Max a streamen végignézitek, hogyha valaki tovább megy, de... Itt van Arni, Knobber, senki többet, harmadszor valaki. Ha szeretne még valaki jönni, akkor az chatbe írja meg, mert én most Maldorádóikról, Arnékról tudok, hogy ők itt vannak, meg jönnek, de ha valaki még jönne, akkor szóljon, mert akkor megvárjuk őt, úgyhogy chatbe akkor legyen oly kedves és írjon. Ha Viki esetleg szeretné jönni játszani, és itt vagy még, akkor gyere. Fölrakod a telefonodra izét, Play Store-ból a Stumble Guys, és ja, egyszerű, hát Fake Death is izé telefonról játszik, azt majdnem megfingatott. De hát azért, na. Arni már megint előttem van valahogy, hogy csinálod te kölyök? Te! Itt is csalig biztos. Mondom én. Hát de ezt a srácot nem lehet meg... A TechBarát! Ott a TechBarát! Na nézzük! Hát annyit már ott láttam. Itt van Dani is! Hajrá Dani! De Maldorado. Ja, itt szórakozik. Na nézzük Knobbert. Akkor Knobber is bejutott? Bejutott mindenki. Nem? De. Nem, Knobber itt áll. Mit csinálsz, Knobber?
Knobber AFK. Mi a fasz? Knobber, halló, mi történt? Mi történt? Hova tűnt Knobber? Gagilni mentél, vagy? De Fégdes tovább jutott, igen. Itt van Arni is. Itt van Dani B0, vagy BO5. Na, magyarok körében akkor népszerű ez a játék, ezek szerint. Mondjuk lehet, hogy a EU-régió. Ez hogy van? Így fejelgetni kell, vagy mi a fasz? Én kivérem az összes labdát, az összeset is. Ott a gól! Gólt fejeltem! Lol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 . Passzolt ki? Már a sárgák vezetnek be, az egy 2-1-re, az nem jó. Nem jó. Mi a fasz? Fussál már gyorsabban, te köcsög! Betoljuk, ott a gól! A bazd meg, és kifejelte! A kurva életbe kifejeli! Hát mit csinál ez a gyerek? 2-2, nem lesz ebből nem lesz semmi. Nem lesz helyzet, védekezünk! Úúú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 
Ott lesz az enyém. Bazd meg! Ne! Fejeljetek ide! Ó, egyenlítettünk! 9 szekundummal a vége előtt! Befejelik ott a gól! Hú, mekkora gól, gyerekek! Bazd be! Bazd már be, te hülye! Hű, 9 másodperccel a vége előtt, mekkora volt, Bappé bebaszta. Hát így sajnos kiesett fék, de hát ugye egymás ellen osztott be a gép, úgyhogy bocsi. Hú, ez izgi volt. Na, ez egy új pálya viszont, tehát nekem nem új, de ma még nem volt. Úgyhogy aki nem ismeri, az nézze. Ja, és ez már döntő. Döntő! Ne bassz! Ne, bassza meg a kurva ér... Ne. Hát gyerekek, ez egyszerűen... na... And his name is John C. Én mondtam, hogy ez a lovag... tegyetek föl ti is ilyen skint, lovag skint. Ez baszó. Vagy ilyenkor amúgy semmi köze nincs a játékhoz, meg a győzelmekhez, de ilyenkor mindenki azt mondja, hogy ó, akkor másik skinnel megyek. De amúgy lehet, hogy van benne valami, mert mit tudom én, szerencsét hoz. Na, Kroberi jössz, mert az előbb már eltűntél. Hát nem jutottál tovább, mert ott álltál, azt mindenki látta a premier plánba, hogy te nem mozogtál. Igen. Akkor az valami bug. Mi bedobott menet közben téged egy másik izébe? Hát mert mi ugye azt láttuk, hogy... Beszarok. Elhiszem. Láttam, igen. Nyomjad a hahát, te fasz! Mindjárt kikapsz...
Kapsz a picse. Na, tessék, ha-ha! Mit ha-ha? Most nyomjad a ha-hát, te hülye! Te vagy a majom, te majom. Menjél már innen, de miért futsz keresztül, kasul, bazd meg előttem, te fasz. Ott van Arnika is, bejutott, Lumi, na nézzük. Player, 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 anzi, blele. Itt van Bianca is. A többiek bejutottak, hát akkor Fake Death meg a többiek bejutottak, Nobber is. Nem látom őket, úgyhogy bejutottak. Bianca, nézzük Biancát. Gyerünk, Bianca, meg lesz a top 16. Az meg nem megy be, itt van Rabló, nézd meg, és nem ment be, ott áll a cél előtt, hát ez hülye. Neked is van olyan madár skined. Igen, a madárat azt most aztán meg lehetett venni. Vagy unlockolni, vagy valamilyen, nem tudom, ilyen reward volt, ami ez szerintem mindenki hozzáfér. Na bazd, már megint, na akkor nézzük, Mbappé megint jön, aztán fejelget. Dekázunk egy párat, ráfutunk. Ne bazd, hát a sárgák gólt lőnek mindjárt, a kurva élet, nem. Ott, az gólba tart, nem tart gólba, bazd meg. Kivédekezték a kurva életbe. Ne háj, ne basszátok már föl! Hát de bazd, édes Istenem, ezt a sok barmot. Hát nekem kell itt gólt lőni. A picsába, 2-0 már, a faszom. Már 3-0, bazd meg. Ezek a kékek, bazd meg, ezek mi a fasz csinálnak? Menj már onnan! Úgy. De közben már az a baj, hogy már 4-1. Ja, az nyomogasd a hájt, te faszkalap. De még meg lehet, még... Hát 21 szekundummal a vég... De beáll, bazd... Jó, megvan a taktika, amúgy be kell odaállni a izére. Oda beáll a faszkalapja, a hülye sárga nyomorék. Ha beállnak, bazd meg, hárman oda a kurva nénikéteket. Szopnátok le. Nem tudom, melyik volt abban a csapat, de mindjárt megnézem ezt. Mindegyiknek nyomom a riportot. Maldorado, Knobber! Jó van a izé, a csaló társaság, faszom. Na hát akkor szurkoljunk Knobber ellen, meg Arni ellen, hogy nehogy már ő nyerje meg. Na jó, de szurkoljunk neki. Knobber, Arni. Hát akkor mi voltunk a jó csapatban, ugye Fake Death-tel. Hát sajnos a jobbak néha ki tudnak kapni, látjátok, így módon beállnak ilyen bunkerfoci, szereznek 4 mákos gólt, azt ennyi, utána kivédekezik, basszeg. Szar, mint a olaszokat lát. Na, Knobber rohangál, mint mérgezett egér. Arni kiesett, ha jól lát. Nem, Arni ott van még. A viking, ott a viking. És Knobber azt a taktikát választja, hogy ő rohangál körbe-körbe, aztán kiugrik. Nagyon, nagyon szép taktika volt. Ez nem nyert. Hűha! Jó, egy van hátra. Arni, ezt meg kell csinálni, és nyert. GG! A Lost Viking, aki nem annyira elveszett, én megkaptam egy kevés csillagot meg. Há, mindenütt beváltjuk valamire. Itt van Eliz is. Eliz. Ki a faszom? Ki? Who the fuck is... Who the fuck is Eliz? Na azé, create. Nem tudom, ki volt. Eliz kilépett. Akkor várjátok, akkor gyertek. Tü-tü-tü.
És elvileg ugye van sima TechBarát, mert ugye azért van két vonalka nevem mellett, mert amúgy a mobilra azzal, tehát olyan értelemben nem tudsz belépni ugyanazzal a fiókkal a mobilra, meg a telefonra is, illetve, mert ugye itt nem fiókkal lépsz, hanem csak át tudod írni, és ugye azt érzékeli, hogy már létezik az a név, tehát igazából ahány gépen játszod, vagy ahány eszközön ugye annyiszor igazából annyi profilod kell, hogy legyen. Igen, nagyon sokan, amióta elvesztettem az állásomat, meg igazából most már albérletet is keresek, azóta nagyon sokan vannak. Az ott a skidúran, igen. Hopp, az Arnit vitte. Hú, jó. Jó, megvagyunk. Ennyi. Ja, várját, nézni kéne a többieket. Kit nézünk? Stumble Guy. A többiek már szerintem bejutottak. Nem tudok váltani, ez a baj. Szia, Árpika! Ja, igen, azt erről te lemaradtál. Hát majd felrakom külön ilyen csevegős témában. 40 percet beszéltem a... Hát nem ezelőtt az adás előtt, mert ezelőtt ugye játszottam a Lost Vikings-el, amit megszavazott a nép. Egy jó kis retro játékkal, és előtte egy... Hát egy jó egy órán át azt fejtegettem, hát 40 percen át azt fejtegettem, hogy ugye egyrészt a tegnapi bejelentett létszámleépítés. De hát az még jó, azt még oké, mert... közös megegyezés, meg azért kapok pénzt is, úgyhogy nem tartok attól, hogy nem lesz. Semmi, de ami viszont ma, most így a stream előtt, tehát így 7 óra előtt azért késtem egy icipicit, egy negyed órát, hívott a főbérlőm, ugye úgy volt a megállapodás, úgy szólt, hogy illetve a szerződés, hogy december, ajaj, jó. December így kell, hogy jelezze, hogyha jövőre meg akarja emelni a bérleti díjat, aztán, na mindegy, szumoszumárom, ezt majd tényleg felrakom külön, és abban elmondtam mindent kurva részletesen. Hát fölhív, hogy hát van egy, hogy a két dolog, az egyik az, hogy a garázsnak a bérleti díját 3000 forintot, mondom, jó, oké, és mi a másik? Hát az izé, és akkor előtte elindul már ilyen a magas üzemanyagárak, meg az infláció, meg a mit tudom, ilyen kutyafasza. Nem így akartam, hanem ugorj oda föl. Né! Bazd meg! Ne! Faszom! De Arni leesett, jó van, jó, az úgy jó. Mindjárt mondom. Megy valaki előttem? Nem megy senki előttem. Nagyon jó, ez is úgy néz ki, hogy nem akarom elkiabálni, de lehet, hogy megvan. Nem lehet, hogy nincs meg, bazd meg! A kurva élet! Mák? És akkor Nobben nem sokan maradt le. De megvan, ez is megvan, de nagy taps mindenkinek. Nobben második helyen futott be emberek. Na igen, szóval az van, hogy mondjak azért, hogy én mire gondolt, tehát hogy kell emelni, hát nincs, hát drágossága minden, mint ha nekem nem lenne amúgy ugyanúgy drága minden, meg amúgy neki nem tudom hány lakása, meg amúgy vállalkozása, amiből azt mondja, hogy most már a vállalkozásának a nyereségét azt már nem ingatlanba fekteti, mert az már nem éri meg, de azért még bizniszel, mindegy. Mondom, most tök mindegy, hogy én milyen árat mondok, ő mire gondolt, és akkor így, hát, hogy most nézd az ingatlan.com nélküle, miért nem jössz? De jössz majd még, vagy mi történt? Mit, meg, izé? Nyűgös vagy?
Megjött? Ja, jó, oké. Okay. Akkor megyünk egyet, és akkor jön Arni. És hogy nézi itt az ingatlan komot, és ebbe az utcába itt most van, nézi 230, 240, hát hogy mindenképpen kettessel kéne, hogy kezdődjön, és így, hát az alaphangon 30 000 forint emelés. Ugye úgy, hogy 7 hónap után egy tízessel emelt, múlt tavaly évvégén, most így 30, és így, na mindegy, de így kiosztottam azért, így elmondtam neki, hogy én azért ehhez hogyan állnék, de mindegy, megtanultam azt, hogy befektetők, tehát aki így kezeli a dolgokat, az hát azoktól soha többet nem fog kivenni lakást. Tehát ez egy jó tanulópénz volt, mindegy, és mondtam neki, hogy ne haragudj, de egyből rávágtam, hogy figyú, akkor így engem nem. Tehát, hogy akkor elkezdek keresni, majd... Jaj, ne. Szóval elkezdek keresni, mert nem, tehát nekem ennyit nem, és akkor de ilyet úgy, meg biztos találsz majd, ja meg a vicces az, hogy amit nézett ingatlan.com-on, 4 darab lakás, vagy 3 kiadó van ebben az utcában, de mind ilyen 45-46 négyzetméter, 230 meg 240, leosztottam négyzetméterre, beszoroztam, és 180 ezer jött volna ki a legnagyobb négyzetméter áron is, tehát az még mindig elmarad ugye az ő általa vázolt taktól. Visszahívtam őt, és még azt is kimagyarázta, hogy de a kisebb lakáshoz több, meg a bla bla bla, és tehát hogy kimagyarázta azt, hogy igazából nem négyzetméter ára alapján számolják. De és látok én itt 36 négyzetméterest a hirdetésben? Mondom, nem. Hát akkor mondom, és ez jó, ez akkor mit jelent? Az, hogy hasraütésszerűen mondtál egy árat, mert neked most éppen ennyi kell. Amúgy nem hiányzik kurvára, de mindegy, ilyen szarrágó. Na mindegy, és közben Knobber meg amúgy írt, ezt így elmondtam ugye a streambe, és Knobber írt, hogy ott nem messze tőle. Upsika. Hogy nem messze tőle, mert én oda megyek, így. Bázzeg! Bazd meg, menjetek már innen a sunyiba! Úgyhogy Knobber átküldött közben, megnézem stream után linket, és mondta, hogy őt biztos fogok annyira találni, hogy nem a 11-ről, de mondom, Tamás, válság van, nagyon sok ember ott tud sporolni, ahol én szeretem a 11-ket, bár azért itt elindultak olyan irányba a dolgok így városvezetés szintjén, vagy kerületvezetés szintjén, hogy hát a parkolási díjakba, hát külön utat jár a 11. kerület, meg egy csomó minden másba, úgyhogy nagyon durva dolgok történnek. Szóval amúgy sem biztos, hogy nekem annyira izé, most ez így a kedvencem. Mert olyan hűs. Az a baj, hogy... Hát ő beér, az a baj. Mindig meglett a második hely. Úgyhogy, ja igen, és Knobber, ahol lakik, az kicsit nem messze, hát nem messze, nem messze, egy pár perc, de közelebb lennék mondjuk szüleimhez, kicsit kijebb van. Azt mondta, hogy új építésű lakópark, teremgarázsal együtt annyi, majdnem, mint amit most fizetek, csak a garázs nélkül, egy tízesre több, tehát 180. Úgyhogy, ön fogok találni. Én mondom, én annyira nem ragaszkodom a 11 kerhez, főleg így, hogy ilyen irányban mennek itt a dolgok. Tök jó kerület amúgy tényleg, de... Na, Arni, jössz? Vagy még izé? Vagy Árpika, jössz? Te lehet mobiltelefonról, képzeld el, Fake Death mobiltelefonról van. Úgyhogy letöltöd a StumbleGuys-t a mobilodra, és onnan tudsz izé, be tudsz csatlakozni ezzel a kóddal. Na, indítok egyet, addig ha valaki szeretne majd jönni, töltse le, vagy számítógépen a Steamre. Tök ingyenes a játék mindkét platformon, Androidon meg PC-re is, StumbleGuys.
letöltitek, következő körre fölkészültek, és amikor látjátok a kódot, be kell írni, és bejoinoltok a roomba. Elfogyott a kávé, azaz. Két rossz érem van. És mi a másik? Elfogyott a kávé. De bazd meg, így berak engem a legvégére, ez egy elég nagy szopás. Ez két nap alatt, igen, tegnap jelentették be a létszámleépítést, engem is jelentett tegnap délelőtt, vagy reggel, már tegnap azután fél órában nem is tudtam dolgozni, tehát mától már nem kell, úgyhogy nyilván váratlanul érintett meg szar volt azért, így ezt kollégám még meg tudják erősíteni, de azért utána nyilván az ott, hogy pozitívabban látom a dolgot, és pozitívan tekintek előre, mert hát csak lesz meg azért, kapok lóvé, manikát is, úgyhogy ennek most így kellett lennie, csak hát a másik, amire nem számítottam, ez az albérletes dolog, mert ugye úgy volt a szerződésben, hogy december 1-ig jelzi azt, hogy kell jeleznie, hogyha emelni akar a következő évre. Azt ugye, mivel már december 7 van, gondoltam, hogy jó, hát akkor idén, illetve jövőre nem lesz, mert milyen jó fej, biztos, hogy a faszt. Úgyhogy annyit biztos, hogy nem mondtam, hogy, de ezt ő maga is tudja nagyon jól, biztos, hogy tudja, meg lássa is be, hogy nem ér ennyit. Tehát, hogy semmilyen, és az a baj, hogy ide jut a világ, mert mindenki nyomja fel az árakat, mindenki nyerészkedni akar minél többet. És ugye a probléma az, hogy ameddig van rá kereslet, igazából addig menjetek már a picsába. Amíg ugye megveszik az emberek, addig nincs miről beszélni, tehát így... Tehát ez valahol ugye a keresletnek is a, hát nem azt mondja, hibája, de hát nyilván. Tehát amíg van ember, aki kiveszi, addig a befektető is azt fogja mondani, hogy ja, hát ő megemeli az árat, amely most éppen szerint ennyiért, de úgy pont nem ennyiért. Tehát ebből is hazudozik. Kimagyarázza azt is, hogy nem négyzetméter ár alapján nézik, mert nem. És mivel ilyen méretű lakást nincs fönt az ingatlan.com-on, így majd ő mond egy árat. Mert szerinte, ha a 46 négyzetméter annyiba kerül, akkor ez biztos csak egy kicsivel kevesebb. Logikus, nem? Hülye fasz. De tényleg erre nem tudok más mondani. Hát ez egy újabb győzelem, hát megszűnt az ingatlan ár, stop. Nem, hát az... Igen, az is. No, lehet rekonnektálni, én vagyok a host, jöhet itt a 24444, ezt nehezen mondom azért ki, de ki kell, ez fake death. Hát igen, valami vállalkozás, nem tudom milyen vállalkozás, akkor ugye a nyereségeket azt így ingatlanokba, és akkor amikor jön néha föl, akkor mindig éppen valami, valahova mennek valami barkácsáruház, mert mennek a nem tudom kivel egy lakóparkba 20 lakást megnézni, és akkor tudod, ez a
és amikor utána bejelenti, hogy 30-szal meg akarja emelni, mert hát infláció van, meg magasabb benzin, meg ízéz, elmész a anyádba. De tényleg. Na, senki többet? Árpika? Viki? Senki? Stumble Guys? No? Na, akkor pörgessük. Igen, szóval valami vállalkozása van, csak még panaszkodik, hogy izé, hát most már ingatlan nem fog venni, mert már ez nem jó befektetés. Ez meg. Hát, hogyha pénzt akarsz, akkor add el azt, adjál el abból a párból, ami van, és akkor de addig hagyd már élni, bazd meg a többieket. Tehát, Nyilván neki nem az, tehát én megértem, el is mondtam neki, hogy figyú. Kereskedői, vagy nem kereskedői, hanem izé szempontból abszolút megértem. Befektetői szemmel nézve ez abszolút tök jogos. Szerintem azt tudná hozni a változást úgy alapvetően a világban mindenhol, hogyha megszűnne a kereslet. Csak hát ugye úgy vannak vele az emberek is, hogy hát basz meg, lakni kell valahol. Meg ha meg is van még plusz valamilyen igény mellé, hogy bizonyos felszereltségű legyen a lakás, adott helyen legyen a lakás. És úgy van vele, hogy jó, hát ezen a helyen ennyi pénzért kapom meg azt a lakást, ami nekem az elképzeléseimben szerepel, akkor sokan még azt mondják, hogy kifizetik, és nem inkább azt, amit mondjuk én is, hogy nem vagyok helyhez kötve, főleg úgy, hogy most már egyre több helyen azért a home office-szal kokettálnak, meg nagyon, ahol lehet nyilván, és szerintem ez fogja elhozni majd amúgy nagyon messzi a jövőben, tehát nem mostanában valószínűleg, hogy lesz azért drasztikus, amikor az emberek azt mondják, hogy figyú, a legtöbb cégnél már home office-ba tudok dolgozni, nem megyek, aztán Békés megyébe, és onnan fogok izé, és le van szarva. És még állatot is tenyészhetek mellette. Ne. Ne bassz már meg, hát! Nézd meg! És túlugrik, bassz meg! Nem tudok ezektől a faszkalapoktól megmozdulni, bazd meg! Menj már odébb, te geci! Na vége, már bocsánat. Ne már, téged így? Bazd meg, hát akkor ilyen... De az elejétől kezdve, hogy az első körben velünk voltál? A Maldorádon nincs is itt, vagy itt van? Bejutott? Szerintem ő se jutott be, akkor... Mi akkor Arnival izé? Más meccsbe kerültetek mind a ketten? Lehet, hogy mi... Igen, meg Nober itt van. Aki számít. Arnik, hát nem. Igen, Maldorádot nem látom. Akkor lehet, hogy ketten vagytok, de... Hát jó, akkor van ilyen bug. Sajnos. Akkor erre föl kell készülni. Pedig hát az elsőt ezt még egybe kezdtük el, nem? Á, bazd meg! Bazd meg, de miért nekimész annak a szarnak, és már izé? Á, faszom! Nem! Miért nem éred el, te fasz? Nem éri el, bazd meg, miért nem? Faszomat, mondjuk úgy se értem volna be, de... Hű.
Hát figyelj, az a biztos, hogy... Na most nem is tudok kilépni, nem is tudom cancelezni. Várjál, nem reconnecting, hanem create-elek egy újat, jó? Lehet, hogy az a megoldás, hogy minden játék előtt inkább egy new partit hozok létre, mert ugye... Hát láttunk olyat, hogy valaki átvette a hostnak a szerepét, miután vége volt az egyik körnek vagy játéknak. Lehet, hogy akkor vannak a party play-e, vannak ilyen bugok. Úgyhogy... No, itt vagyunk. Más gondolom, akkor nem jönne, mert nem nagyon írt senki. RP is beköszönt, VTF, elfogyott a kávé, azt ennyi volt. Jót beszélgettünk, RP. Az ez rohadt éhes vagyok, de hát ugye diétázom, úgyhogy nyilván nem mehetek semmi. Nem úgy, mint Knobber, aki még ilyenkor elmehet a McDonald'sba, Meddodába. Meddoát. Jújjúj. Ne, bazd meg, hát majdnem oda akad a kurva élet. Na, addig megnézem azt, amit Knobber küldött, a téglaépítésű lakás. Kádas fürdőszoba, bazd meg! Teljesen képesített konyhával. Yeah! Végdeszer, az első két helyen végeztünk. GG! Hatalmas tapsot! Na, nézzük, Knobber itt van-e? Illetve itt van-e? Knobber itt van, Maldorado ott van. Hát, necces lesz, srác. Jó, elbaszták. Nagyon sokan elbaszták. Knobber beért, és Arni is beért. Nagyszerű. 8-as döntőben ott vagyunk 4-en, úgyhogy azért ezt így nem... Hát, jó, mondjuk nyilván leszarom, hogyha izé, mert ugye Vodafone internet. Vodának az a baj, nincs azért olyan, de hát mindegy, akkor a feltöltésem az nem lesz olyan jó, mint itt. Egyedül ezt sajnálnám ebben a lakásban, nem azért, mert amilyen helyem a stb., hanem itt telekom optika, úgyhogy igen. De hát sajnos ez... Sajnos ez ilyen.
Ne, bazd meg! Ó, kurva élet! Bassza meg! Ne! Ez most már bukó. Meg. Bazd meg, nem sokon múlt. És Arni nyerte csalással természetesen, úgyhogy ezért nem tudok gratulálni. Egy ilyet be tudok neki tolni, sőt kettő fingást. Csinálom az új partit inkább. Az a biztos. Vagy ha maradjon így, hát legyen így, nézzük meg. De amúgy tök jól néz ki, sőt meg is nézem még egyszer a képeket, kurva jól néz ki. Az meg is egy plusz két fél szoba, tehát az egyik fél szoba az meg csak stúdió lehetne. Kurva jó. Jaj, bocsánat, figyelek, itt vagyok, nyomom. Van 50... Igen. Hát... Mindegy, végig most nem ezen múlik, hát most ez a, tényleg ez a csatornát érinti. Ez meg az életem kb. Mondjuk az a fura, hogy azt írják, hogy... Na mi van? Ajaj. Hú, kifagyott az S22 Ultra, bazd meg. Megadta magát. Ezt nem hiszem el, de hogy? Jó, beadta, bazd meg! Nagyon jó. Szóval meghalt a telefonom, nem tudom mi a... Ja, itt van. De tényleg meghalt. Mi a... Nem bírja a terhelést. Na. Szóval, hogy azt írják, az oké, hogy 100, mondjuk 185, nem 180, de mindegyet le van szarva. Hát jó földszint az mondjuk. Erkély, ez 25 négyzetméter, mert az ami kert. A rezsi költség 50 ezer, de azt hogy mindjárt olvasom a részleteket. Hogy lehet 50 ezer a rezsi? Mindjárt megnézem. Lehet, hogy abban leszem olyan netet, meg minden szarságot? Hát gondolom, igen. Ez mák volt. Hűha! Ez szopó lesz. Ó, nem. Jó. Túléltük. Robert kiesett, Maldorado itt van. Fake death nem látom. Na nézzük, az első helyért megy a csata!
Bazd meg! De hogy élte túl? Csalt! Csalt! Jó, Arni, az a baj, az a szerencséd, bazd meg, hogy nem lehet riportolni, mert csalt. Hát átment rajta a golyó, bazd meg. Na, 49 négyzet, jó, azt értem. Béleti teremgarázs helyére együtt 185, az is amúgy jó. Óvadék! Ez hogy 4-20? Mindegy. Közös költség fűtés előleggel együtt 34.048 forint per hó. Közös költség fűtés előleggel, mi az, hogy fűtés előleggel együtt? Na, mindig ezt megkérdezem. Tehát akkor is... Hát akkor is ott lennék, hogy... Hát... Nem, mondjuk akkor nagyjából nem. Á, bazd meg! Értem, hogy nem kell minden szobát befűteni, csak most azt számolgatom amúgy, hogy most itt fizetnék kettőt, plusz ugye a garázs az mennyi 26 lenne, az 2-26. És a közös költség, mondjuk az is fogalom, hogy megnézni, most mindennel ilyen fűtés meg ne lófasszal együtt, a közös költség az egy 10-es, tehát azért az nem drága. Tehát itt kurva jó mondjuk a... Viszont költségben ugyanott vagyok. Jó, mondjuk még mindig van egy kétszobás, egy plusz két félszobás lakásom. Nem tudom, hogy tulajdonost, meg azért az sem mindegy, hogy tulajdon-e vagy sem, mert most az egy dolog, hogy még ebben a... Most ennyire emelni, aztán jövőre meg még megemeli 30-al, tehát hogy így azért a jövőre is kell gondolni, hogy nem akarok minden hónapba költözni, illetve minden évben. Ja, abszolút, meg amúgy kurva jól néz ki így képek alapján, tehát... Kurva jó amúgy. Baszott nagy, akkora beépített szekrény, mint a ház. Ja, meg hát fürdőkád, hát bazd meg, hát... És akkor nagyon van az 11. kerületi szarjával. Ja, már valaki be... Baszd meg, hát nem is...
Mikor? Hol? Tinoki, ez, na ez csal, erre rá van írva, és még izé, még hogy táncol? Jó van. Flegma. Hát nem, ezt azért meg kell kérdezni, mert tehát, nekem ez a ha, fűtés, mi ez egy fűtés előleggel, bazd meg. Tehát, hogy mi? Ho, mi? Mert azt mondják, a közös költség jó, ez tizenvalamennyi, és még azon felül van valamennyi fűtési, oké. De már akkor árba is jobban vagyok, vagy jobban állok. Ja, ott lehet csalni az űrös pályán. Az űrös pályán. Nem! Én nem megyek oda. Ja, jó, mindegy, de hát ez egy sok közül, de nagyon köszönöm, ez tök jó. Meg hát ez így, abból a szempontból is mondjuk beír, ha mindegy, most ingatlan.com. Végre beállt oda, de jó az az izé búvárruha, kurva jó. Nagyon állat. Jaj, jön a sárga lé! Jön a Fidesz leves! Jaj, hű! Menj innen! Hülye katica! Fasz katica! Jó katica! Ül a kat... ül! Nem! Mondom ül... jó. Új, hát az... aha. Jó, qualified. Nem tudom, hogy a többiek bejutottak-e. Knobber kiesett, Maldorado itt van. Ó, kiesett akkor Fake Death is. Bassza meg. Bassza meg a kutya. Na ez jó, ez nagyon kemény. És ebben láttam olyan cheatet, basszek. Ez nagy, na ez jó, ez jó. Ez figyú. Bazd meg! Never gonna give you up! Micsoda győzelem volt! Micsoda győzelem! Honnan jött vissza ez a srác? Ja, nem nyílnak ki azok a katicák, hanem csak egy kilöknek. Csupán.
Na, ott van Knobber is, csapassuk. Hát még egy kicsit szerintem, nem tudom, hogy ti hogy értek rá, én lassan már kezdek, de még egy pár kör belefér, aztán szerintem... Még éhes is vagyok, valamit ennem kell pár falatot. Ne tudjon róla az edzőm. Mondjuk azt is leszarom most, nagy kisebb gondom is nagyobb annál, hogy te izé... Nem, miért csúszol le, te fasz? Közben nézzük, azért kíváncsi vagyok, hogy rendezés, ár. Ide már. Ja! Hoppa, hát azt nem állítottam be, Budapest. Hűha. Kiadó. Hogyanak a kerületek, várjál már, ezt mindig keverem. Melyik van közel hozzám, 22 vagy a 3? 22. Ja most mi? Ja, spek, jó, már bejutottam, oké. Okay. Hát nézem most azért olyan... Mindjárt folytatom. Jaj, ne, bassz meg! Na jó, most tudod mit? Geci leszek. Bejövök ide, a kurva nénikéteket, kifejelek mindent. Nem fejelek ki semmit, bassz. Ne, á, de fasz! De megint szarfaszú csapattárs, na végre! Én védekezek! Ne bazd meg! De nézd meg, a sok hülye faszopó kék egy labdára megy, mint a büdös csűrhe. Jaj, 7-3. Na az izé. Ki volt? Maldorado velem volt. A többiek sajnos nem. Klobber és Fégdett. Hát most búcsúzott tőlünk.
Egy ilyet be tudunk neki nyomni. Vagy nekik. Mau. Azt jó. Jaj, nem. Hát ez egy újabb győzelem, srácok! Hát brofoszt el is felejthetjük. Na jó, azért nem, majd gondolunk néha rá, meg csalás volt, így láthattátok. Full csalás. Na jó, hát szűkítsünk azért elkeresés, hogy mindenhol az én-e. Nincs térkép. Na, Arnika? Ja, változat. Jó, megvárunk, nyugodtan. Knobberi most hogy nem jelent meg? Oké. Na mindig majd erre jobban keresgélek. Gyerünk, meg lesz! Érzem az erőt. Sokan vannak előttem, de ezt még akár ki is tudjuk használni, mert ugye
lenyomják a pallót, az nagy alibikókát, ami nekünk rendkívül jó, mert... Hát ez most nem rendkívül jó, ez konkrétan fos. Hát ezzel most rábasztam, nem biztos, hogy rábasztam. Nem basztam rá. Itt van fék, de hát akkor Knobbertől megint elbúcsúztunk. Sajnos. De legyen egy ilyen. Ez a pálya ma még nem volt. Elégszer. Az ott elől csal, az tuti. Hát látom a mozgásán, bazd meg, de az hogy tolta végig? Ne? Azt fixen csal, ez megint ez a izé. Ja nem, az egy felfedező. Azt fixen végigcsalta. Na, hogy állunk idővel? Azt mondja, hogy hát még egy, legyen még három menet, jó? Tehát még három teljes kör, és akkor én mára lehúzom a rolót. Illetve hát lehet, hogy még játszom egy kicsit, de azt már nem streamben. Ja, köszi szépen, köszi, hogy itt volt, vagy nem tudom, hogy maradsz-e mégis végignézed, vagy köszi, hogy itt voltál meg, hogy játszottál, gyere majd legközelebb is a kollektíva, azaz Fake Death, tök jó volt, nagyon küzdöttünk, úgyhogy jó kis game volt. Szép estét, jó éjszakát, beállnak is jó éjszakát, meg hát majd dumálunk, meg a hétvégéről akkor beszélünk majd, majd Messengeren írok azzal kapcsolatosan. Knobber most csatlakozik. Mindegy, akkor is még egy 2-3-at megyünk, aztán már nekem így a fényekből még nem elég volt. Ott vagyunk. Nézzük, Knobber. Knobber lemaradt. Hát ilyen izé figurával ez valami csaj. Ez nem csaj, nem az, mi az? Mi a szar az? Hát azt azért maradtál le, mert valami hülyeséget választottál. Vegyél föl valami epiket. Azt kell, epikkel lehet nyerni. A többi az nem adja. Thank you.
Itt van Arni is, hurrá! Jó, akkor mi ketten azért bejutottunk a döntőbe? Ez már döntő, ugye? Mókus? Mint komolyan mókus? Mi? Ja, hogy már egy... Ó, bazd meg. Ismael, az te, Ismael. Szerencsét, hogy nem lehet itt riportolni, mert menne a pofád valban. Valami szőrmók az. Na, Knober, valami normálisat válasz, amivel eljutsz a döntőig legalább. Jaj, bocs, itt vagyok. Most ettem szét, azzal nyersz. Felugrani a sok fasztól, bazd. Ne? Hát ez mábukó. Á? Mi a fasz? Hát ezt buktam. Hát ez szar. Konkrétan ez. Ez a véleményem. Már még nem biztos, de letemessük, de... Anyád picsáját. Hát már beérnek sokan. Ez már rip. Ja. Mindegy, menjetek. Ti bejutottatok? Én nem. Én megyek még egyet, aztán nekem már ennyi elég volt. Ja, de várjatok, kaptam is izé. Hát rengeteg mindent. Zöld izét. Lila izét, vagy rózsaszint. Rare or better. Epikust, ez az! Na ezt felvesszük, ez equip now. Így van. Hát ez egy common vagy better, az nem van szarva. Mondjuk lehet, hogy még jobb lesz, mint egy common. Hát köszeznem kell. Fú, bazd meg. Igen. Jó. Na. Megyek egyet szólóba utolja. Ja, jöttök? Jó. Ne. Jó, erre kilépek.
Én erre kilépek. Mondom, kilép... Nem tudok kilépni, bazd meg. Nem tudok kilépni. Most komolyan nem tudok kilépni, bazd meg. Nem működik az escape? Sem. Szerintem már úgyis beérnek addigra, úgyhogy... Na. Na jó, leave. Ez micsoda? Emót? Valami emótot. Nézzünk emótot, várjál. Pillanat, ezt gyorsan megnézem. Ennyi. Ja, várjál, de ez a... Ja, az animation az más. Ja, de én animation-t. Animation nem lesz valamikor a passban. Ja, animés, de ez mi? Milyen? Jó, party. Jó, egy kört még lenyomunk, aztán mára ennyi. Ja, Arninak ennyi elég. Jó, akkor Knobberrel megyek még egy utcsót. Arninak elég. Gyereket még elviszem egyszer az állatkertbe, azt. De most akkor jössz, vagy mi? Akkor mégis jössz adni, vagy... De mák volt ez, gyerekek! Szia Viki, jó éjszakát, köszi, hogy itt voltál, gyere, holnap délután is leszek, meg hát a szokásos pénteki stream is, úgyhogy holnap délután valami játékot, nem tudom még, hogy holnap mi lesz, de valamit fogok streamelgetni.
Bazd meg egy-egy. Kettő egy szoros csata volt. Ja, itt vagy? Ó, nagyon jó. Ja, már akkor már nem. Meg gondolom, enemy csapatba került. Ó, basszus. Meg Knobber is, mind a ketten izé, enemy voltatok? Bakker. Nem, Knobber itt van. Á, picsába. Nem, bazd meg, nem, a picsába. Nem kellett volna megkockáztatni. Ebben még jók vagyunk. Bocsi, Knobber. Jó étvan, mi is megyünk, most már ez volt az utolsó játék. Köszönöm szépen Arinak, Knobbernak, Fake Deathnek a játékot is, meg a figyelmet, meg még a többieknek, Vikinek. Itt volt még ugye az elején Gábor is, sokan voltunk, meg az elején nagyon sokan voltunk, főleg mikor pofáztam, úgyhogy ezt majd egy külön ilyen, nem tudom, valahol a Facebook oldalra talán feltöltem, hogy megérje valamiért a Facebookot is követni, és tehát ez nem a TechBarát YouTube csatornájára, hanem az Facebookra, esetleg Instára, hát Facebook. Szerintem a Facebookon ott meg tudom osztani, és akkor tök, ott vissza tudjátok nézni, mert az sok embert érdekelt. No, jaj, elmegy a izem. Ennyi volt már az adás, az élőadás, a Lost Vikings, amit ti szavaztatok meg, illetve egy kis Stumble Guys-t nézőkkel veletek, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, örültem, köszi. Legközelebb holnap délután szerintem egy kicsi stream belefér, edzés után jövök. Bár nem biztos, hogy sokáig, vagy lehet, hogy inkább este, és pénteken biztosan, pénteken a szokásos időben a LEGO Marvel Super, miért Super? Marvel's Avengers-el fogom folytatni. A pénteki azt tuti, holnapot azt még meglátjuk, de szerintem, hát ha nem is délután, de akkor ilyen este 6 óra, 7 óra után egy kicsi játék még belefér. Na, köszönöm még egyszer a figyelmet, meg a játékot, jó éjszakát mindenkinek, holnapra szép napot, jó munkát, már akinek, én jót pihenek majd, akkor vagy holnap, szerintem holnap találkozunk. Na, szevasztok!